Pravec Péter kétszeres világbajnos jegesúszó megírására kipróbáltuk a sportot. Győrnél, a Mosoni Dunánál. A jegesúszás egyébként az 5 fok alatti vízben zajlik. Környezetemben mit szólnak hozzá, hogy te erre vállalkozol? A környezetemben bolondnak tartanak. Milyen életleni hatása várható most számomra, hogy ezt ki fogom próbálni? Fizikailag is és mentálisan is jobban fogod magad érezni, ha egy ideig ezt űzöd. Tehát lehet az első alkalom után még nem, de ha ezt többször kipróbálod, akkor igazából sokkal nyugodtabbnak fogod magad érezni. Egy kicsit fájni fog, de úgy képzeld el, hogy ennél jobban nem tud fájni. Csak lélegezz szépen lassan, mélyen lélegezz. Semmi másra igazából nem kell gondolnod. Ez nagyon sok. Igen. Lassan, mélyen. Lazulj el, és csak mélyen lélegezz. Teljesen lazulj el. Ez így fáj, de jobban nem fog fájni. Próbáld kicsit nedvesíteni magad. Minden kicsit legyen nedves. Fontos itt a nyakad, hátul. Hátul a nyakad, ez az. Így van, a hajadat, mert kb. 30 másodperc, amíg fáj, és aztán ez így lassan el fog múlni, és csak úgy zsibbal egy kicsit. Úgy érzed, lassan megpróbálod kicsit így hasig, kicsit lemerülni, megint ki. Kellemes sose lesz, az a 2 perc fájdalom, már másfél nap vagyunk amúgy. A 2 perc fájdalom megér annyit, hogy utána annyira jó lesz. Lélegezz. Tehát, hogy ki fogsz jönni a vízből, igen, akkor ilyen pár másodpercig zsibbadni fog az ujjad. De ez teljesen normális. Tehát azt hadd, hogy múljon el. Ez sokkal jobban ment, ahogy gondoltam. Körülbelül fél percnek kellett ahhoz eltelnie, hogy fagyos ujjaim kiengedjenek, és képes legyek felvenni a ruháimat. Az egy nagyon jó jel, mivel hogy az agyad jelezte a testednek, hogy ott te nagyon hidegbe voltál, és el kéne kezdeni fűteni. És ez az első pár percben ez ilyen lesz, hogy így nagyon meleged van, és amikor ez elmúlt, akkor elkezdesz majd remegni. 10-15, de 20 percig is eltarthat, amikor rendesen egy diderexz, és az egy teljesen jó dolog, mert az izmaid olyankor mozognak, és azzal, hogy mozognak, fűtik a testedet. 10 perccel a jeges csobbanás után még mindig jelentkeztek új tünetek. Most felül azt érzem, hogy rettenetesen zsibbadnak az ujjaim. Ez egy természetes reakciója a testnek. Néhány perc vagyunk a kijövés után. Mivel hogyha kijöttünk a vízből, vagyis a vízbe is már, de ahogy kijöttünk akkor is, a test behúzza a vért a testtörzsbe, hogy melegítse a szívet, a tüdőt, a vesét, ezeket védje, és nincs annyi vér az ujjaidba, a lábodba is, kezedbe is, és ez egy idő után megint visszamegy. Péter ígérete szerint, aki rendszeresen csobban a jeges vízben, annak teste megtanulja, hogy ezzel a stresszel hogyan kell bánni, és ezt az egész élete átveszi. Ez a sport egyfajta spirituális megtisztulás is.